Sziasztok, sziasztok, a Nem Gába Lázs, és kettő telefon van itt előttünk. Méghozzá egy Samsung Galaxy A5 és egy Samsung Galaxy A5. De itt látjátok, hogy itt egy 2017-es kis ikon van a tetején, itt meg egy hatos végén, tehát egy év különbség van a kettő készlék között, akkor, hogyha elsőre talán nem tűnik fel, mert mind a kettő ugyanolyan méretű maradt, különböző színekben kapható, én mindig szép fémházú, lenyomat olvasója van elől, és gyönyörűen néz ki itt mind a kettő készlék, kicsit közebb is hozhatom, és akkor nagyon szépen látjátok, mind a kettőnek van egy full HD S AMOLED képernyője és mind a kettő persze Gorilla üveg védi karcolások ellen. Itt Android 60 fut, itt még az 5.1, elvileg 60-as update-et kellett volna kapjon, még nem próbáltam ki, hogy már rajta is fut-e, elég jó volt bekapcsolva a jobb oldal, de látjátok, még elég jól bírta. Így is, ebben már 32 giga belső tárhely van, itt még 16 akat kell boldogulni, de mindenket én lehetett bővíteni. 2 giga RAM, 3 giga tehát kisebb dolgokban javított itt a Samsung, itt mind a kettő készléknél. A kameráknál is hátul 16 megapixel van a bal most már előtte csak 13 volt, itt elől még csak 5-öt rakott Samsung bele, itt meg már 16-ot. De eddig is f1.9 volt, elől hátul, most mind a kettőnél igazából az nem változott meg. Menjünk vissza a homeskin és először is kikapcsolom neked a készléket, és akkor megmutatom nektek minden oldalról. Látjuk majd, hogy azért, hogyha kezünkben tartjuk, van egy pár különbség még hozzá. Itt még ilyen szép fémház volt körbe, ami így nem volt lekerekítve, hanem csak így le volt csapva. Itt még már mindegyik oldal le van kerekítve, és nagyon kellemes tapintású az új Samsung Galaxy a 5 nél Az alján most már egy USB-C típusú dugónk van, nem csak micro USB, ehm, igazából, hogyha főleg fókuszálnánk a kamerám, akkor látszik nagyon szépen. Felható is van, hangerő, ehm, vagy mi az hangszóró, meg kettő mikrofon, van még az a alul, de a hangszórót most már oldalra rakta a Samsung itt az újabb A5-nél. Kis Ki bekapcsolom ugyanott maradt, hogy egymás mellé rakom, akkor látjuk, kicsit magasabb lett itt az új Samsung készülék, és vastagabb is, 7,9 mm, most már nem csak 7,3. Ez egyből nem látszik, de főleg azért nem feltűnő, mert fekete most itt az A5 újabb verziója. A SIM a tetejére került, a mikrofonok itt vannak, még a másodikok, és hogyha megnézzük a másik oldalt, akkor látjuk azt is, hogy hangerőszabályozó az persze megmarad, de itt majd a microSD-t is majd oldalról kell belelakni. Bele a Samsung Galaxy A5 2010 Hatosnál, még mind a kettőt egyben volt egymás felett a microSD meg a SIM-kártya is. Hát, mind a fémlap maradt, sajnos itt látjátok, hogy dizájnban eléggé hasonlóak maradtak, most már nem áll ki a kamera, kicsit kisebb lett a hátulján, de igazából ugyanaz a kis lámpácska van mind a kettőnél benne, és hogyha rárakom az ujjamat is bele bejenkezünk ezt még megpróbáljuk, akkor meg e, leteszteljük azt, hogy még e, igazából old fel gyorsabban. Valamit a bal oldal most nem nagyon tetszik neki, nem tudom, hogy miért. Próbáljuk ezt ki még egyszer. E, mind a kettőn be van persze tárolva itt az új lenyomatom és frissen tároltam igazából a bal oldalt bele, úgyhogy nem tudom, hogy mi a probléma. Látjátok, egyfolytában ezt csinálja, de sajnos úgy tűnik, hogy az A5 még nem szereti a bal ujjamat annyira, jobb oldalt simán em, tetszik neki. Na nem baj, majd tesztben még egyszer ezt megmutatjuk, szerintem igazából mind ugyanolyan jól működik így általában kimondva. Ha indítom mind a a kameráját, kezdjük mondjuk az első kamerával, 5 és 16 megapixel között azért lesz némi különbség, főleg az, hogy a jobb oldalt a széles látószög jobb. Mind a kettő 4 3 ban lő, de látjátok, bal oldalt ez egy jobban minőség, mint a jobb oldalt. Fordítsuk meg és akkor próbáljuk lefotózni itt a dobozt, itt látjuk majd, hogy nagyobban látószög mondjuk a bal oldali az új A5-nél, a jobb oldalinál a színek is egy kicsit sötétebbek, egy kicsit azért szerintem jobban tudnánk itt most például itt a virágokat is, sajnos nem lehet, hogy csak itt tartom, itt így lefotózni. Világosabb a kép a jobb oldal, de azért valahogy igazibb bekaszinak a bal oldalt is. Ja, eléggé szép fotókat lehetne lőni. Ezt egy Selfivel az előbb például, is ezt a metróban egy eséte összehasonlítjuk majd nektek részletesebben. Most először még azt hiszem nektek bemutatni, hogy tényleg gyorsabb lett-e, érdemese egy, az egyik a a másik a update -elni. Igazából nem itt látjátok, hogy 60 ezer és 40 ezer pont a kettő között a különbség. Igazából maradhatunk itt is, és akkor ez azt jelenti, hogy ez igazából 50%-kal gyorsabb lett nem itt, hanem igazából ja, 50 százalékat, hogyha rászámunk erre a pontszámra, akkor kapjuk az új, a 5 tehát az új Qualcomm processzor, nem a 615-ös, um, hanem most már csak Exynos használ a Samsung 7880-as 1,9 GHz-el érdemes volt update -elni. Milyen kipróbáljuk úgy ezt a összehasonlítást, hogy mindent bezárok itt a háttérben, és elindítjuk a Relic Run-ot, mondjuk úgy látszik, hogy nem ugyanaz a verzió um, már, de akkor is 3 gigaramnak persze gyorsabban kéne betölteni, mint 2 gigaramnak, meg persze a processzorban, meg GPU-ban, meg sok másban is vannak különbségek. A fő különbség, ami mert szerintem érdemes lenne amúgy updateelni vagy upgrade ezt az A5-öt, hogy azt érdemese megvenni ezt az új készléket itt, mert hogy ez most már IP68 szerint vízhatlan ugyanúgy, hups, ugyanúgy vízhatlan, mint egy Samsung Galaxy S7, vagy S7 Edge, ami persze nem rossz. Tehát belemegyünk a játékban, indítsuk el mind a játékot, a színek már mind a kettőnél elég jól néznek ki, kicsit közelebb jövök. Mind a kettőnél az elején kicsit akadozott, ez csak azért szokott lenni, hogy bármelyik mobilnál, akkor is, hogyha 6 GB most lenne, mert be kell tölteni arra a, a, a mappet, mármint hogy a futamot, Kicsit lassabban fut a Lada a bal oldalt, úgy tűnik. Na, nem is néz ki rosszul, és igazából, ennyis volt, akkor szinte szerintem a rövid összeastó a kettő mobil között persze em, különböző software verzió van a most mind a kettő rajta, és egy csomó mindent össze lehetne hasonlítani, de igazából nézzétek meg egyszer mind a kettő készlik ez a tesztet, majd ott látjátok a különbséget, de egy onnan 8 szal egy esélytel, még már sok más telefonos, majd össze fog még hasonlítani az A5-öt, aminek az újabb verzióban több RAM van, több esőtárhely tárhely van, gyorsabban a processzor, a játék, processzor is persze a GPU, Jobb az első hátsó kamera, és a láthatóságban nem feltétlenül, de még az usb c is igazából, ami sajnos csak USB 2.0-val működik itt, majd próbálunk majd boldogulni, kipróbálunk mindent rajta, és közben nézhetek, gába Gábor Lázs és te felcsétek feliratkozni.